Győri Filharmonikus Zenekar művészeinek előadásával kezdődött az ünnepi program. A barátságtalan időjárás ellenére is sokan látogattak el a festői Tóth Borbirtok Sági dűlőn felépített vadonatúj borászati feldolgozó üzemének ünnepélyes átadójára. A pannonhalmi borvidék egyik fiatal borászatának története 12 évvel ezelőtt egy álommal kezdődött, az új infrastruktúrának köszönhetően pedig már az évi 80 ezer palack számot célozzák meg dr. Tóth Béla tulajdonos vezetésével. Nyilván nagy öröm számomra, hogy ez megvalósult, és remélem, hogy jó fog működni ez az épület, hogy a borfeldolgozás szempontjából. Igazából vissza sem merek gondolni az elmúlt 10 évre, mert voltak nehézségek, úgyhogy ez még így duplán, sőt sokszorosan öröm, hogy ez itt elkészült. Én azt gondolom, hogy egy óriási lépés lesz a bor minőségének a változásában, pedig eddig is nagyon szépek születtek, szép, finom és jó borok. Nem tudom, hogy hova tovább, látjuk ezek után. Az ünnepségen részt vett a térség országgyűlési képviselője. Kara Ákos beszédében kiemelte a Tóth család értékteremtő munkáját, és azt is hangsúlyozta, azoknak, akik a térségben élnek és dolgoznak, komoly felelősségük van abban, hogy megőrizzék azokat a hagyományokat és azt a kultúrát, melyet elődeik teremtettek. Itt a vidéken úgy élünk, akiknek régóta itt élnek a szülei, nagyszülei, itt éltek a dédszülei. Itt élünk ezen a vidéken, hogy szorgalmas munkával, meg sok-sok világos céllal próbáljuk a mindennapokat szépé tenni, és közben próbáljuk a gyermekek, vagy hát adott esetben az unokák számára a jövőt is egy élhetővé tenni, illetve megőrizni azokat az értékeket, amelyekben itt felnőttünk, felnőhettünk. A Vármegyének az egyik legszebb pontján vagyunk, talán a legszebb pontján vagyunk. Mi, akik itt élünk, ehhez kötődünk, mi azt mondjuk, hogy ez a legszebb része a Vármegyének, ez az egyik legszebb része az országnak, és felelősségünk van abban, hogy megőrizzük a hagyományokat, és megőrizzük azt a kultúrát, amit itt eleink teremtettek. Az eseményt megtisztelte Magyarország agrárminisztere. Dr. Nagy István szerint az ilyen és ehhez hasonló megvalósult beruházások komoly megerősítést jelentenek nekik, akik folyamatosan azon dolgoznak, hogyan fejlődjön a magyar agrárium. Ilyen egy álom beteljesülése. Az egy fantasztikus, hogy megélheti az ember azt, hogy az álom valósággá lesz. És fontos számunkra is, akik tervezzük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan fejlődjön a magyar agrárium. És ugye nagyon sokszor ülünk irodában, gyötrődünk a papírok fölött, hogy mi is az, ami helyes, ami jó, ami előre visz. És annyira jó megerősítés látni a valóságban, megvalósulva azokat a épületeket, azokat a berendezéseket, technológiákat, ami számunkra korábban csak papír, célszám, terv, statisztika és hasonló adatok voltak. Mára valóság. A köszöntők után Matusz Hugó OSB Perjel atya áldotta meg az elkészült birtokot, ezt követően a tulajdonos, az agrárminiszter, az országgyűlési képviselő és az egyházi előjáró együtt vágták át a szalagot, felavatva a 21. századi létesítményt. A 360 négyzetméteres épület és a benne lévő borászati technológia lehetővé teszi, hogy a borbirtok egybefüggő területén megtermelt és betakarított szőlőt a beérkezéstől a címkézett dugózott palackba zárásig feldolgozzák, továbbá, hogy a kezdeti kb. Évi 10 000 palackszámot folyamatosan emeljék, s végül elérjék a teljes szőlőterület feldolgozását, ami kb. 80 ezer palackot jelent majd évente. A borászati infrastruktúrával párhuzamosan a minőségi gasztronómia és rendezvények kiszolgálására birtokközpont is létrejött, melynek állandó nyitvatartását 2025-től tervezik.